Michael Caine, Fülöp Zsigmond. Anthony Quinn, Rajhona Ádám. James Mason, Bicskei Tibor. A Marseille-i szerződés. További magyar hangok. Újréti László, Kéri Kitti, Fazekas Zsuzsa, Katona Júlia és Csénémet Lajos. Magyar szöveg Hídvégi György Imre. Vágó Simkóné Varga Erzsébet. Gyártásvezető Gelencsér Adrien. Szinkronrendező Dezsőfi Rajsz Katalin. A szinkront az MRTL megbízásából a Mafilm Audio Kft. Készítette. És most mit nézel? Téged. Miért? Annyit változtam. Igen. Előnyödre. Elmondhatok valamit? Aha. Jobb lettél te is. Tényleg? Persze. Jó tudni. Steve, a babysitter. Fél órája úgy tudja, hogy indulok. Rendben van, elviszlek. Maradj csak. A sarkon mindig van taxi. Nem tart sem meddig. Beülök egy taxiba. Elviszlek, Rita. Hadd legyek még veled. Azt akarod, hogy meglásson? Azt se tudom, mikor jön haza. Lehet, hogy már ma. Nézd, beszélnünk kell. Döntenünk kéne már. Te már rég eldöntötted. Jobb, ha nem kened rám. Te hoztál döntést. Én csak a... Steve! Tudod, hogy sietek. Ne haragudj, Steve, sajnálom. Segítek, akkor holnap találkozunk? Fogoroshoz viszem Kevint. Mit szólsz a péntekhez? Nem jó, dolgom van. A hétvége nem jó. Igen. Akkor jövő héten. Jövő héten. Ja. Ugyanitt, ugyanekkor. És hála Isten, ugyanazzal. Szia. Mr. Ventura, ön az amerikai nagykövetség kábítószer ellenes hivatalának vezetője. Mivel jegyzőkönyvbe kell vennünk, megkérdem, ez itt Frank Matthews? Ez itt Frank Matthews? Igen. És őt ismeri? Sose láttam még. És ön, Mr. Kovakian, fölismeri őt? Nem. Ki ez? Charles Wilmette Marseille-ből jött. Sosem jártam ott. Mr. Ventura? Igen? Szeretnék föltenni még néhány kérdést. Most azonnal, Mr. Briac? Nem.
Mikor lenne önnek megfelelő? Nem tudom. Úgy 7:30? Rendben. A Rafael bárban. Jól van. Jut eszembe, a barátja nős volt. Az. Akarja, hogy én mondjam el neki? Én elmondom. Steve. Igen? Ugye tudod, ki ölte meg Matthews-t? Van egy sejtésem, Joe. Megint kettő. Nézd, mi lenne, ha egyszerűen eltüntetnénk Brizárt, szép csendben? Hogyan? Kinyírjuk. Ez törvénysértés. Zsarukhoz nem illik. Steve, mit keresel itt? Nézd, Kevin, bevinnéd ezt a hálóba? A játékai. Miben állapodtunk meg? Nem jössz ide, ha Frank nincs itthon? Bocsáss meg szívem, de... Tudod, tegnap este... Kevin, miért nem mész játszani Jean-Claude-dal? Anya, ő csak franciául tud. Ez Franciaország, tanulj meg franciául. Menj és játszatok kin, elég volt. Mami. Menj ki, Kevin. Rita... Ülj csak le, hozok egy kávét, egy perc az egész. Rita, kérlek, csak egy kicsit várj. Tegnap este... Franket lelőtték. Mégis hozok kávét. Frank! Elnézést, valami közbe jött. Baj van? Nincsen. Azt mondta, volna pár kérdése. Ön rendőrtiszt. Az vagyok én is. Miért nem segítünk egymásnak? Rendben, mondja el, amit tud. Csak annyit tudunk, hogy Matthews a kábítószer ellenes hivatal embere volt. A kábítószer ellenes hivatal fél éve az önvezetése alatt áll. Felmondta a leckét. Igen. Mondja, miért hordott Matthews hamis kanadai útlevelet és tengerészigazolványt magánál? Mert Quebecből küldték. Miért pont Quebecből? Ott is franciául beszélnek. Oh, persze. És minek az a fénykép? Marseille-ben volt, hogy bizonyítékot gyűjtsön Jacques Brizard ellen. Sikerült? Biztosan talált valamit. Különben Brizard miért nyíratta volna ki? Hol a bizonyíték? Hogyha megszerzem, sitre vágja? Brizard egy, hogy is mondjam csak, igen kivételes személy. Vagy inkább kivételezett politikailag, mondhatni sérthetetlen. Az volt a macskám is, de jött egy autó. Brizára visszatérve, ha megzavarja a köreit, megöleti ön. Próbálja meg. Előételképpen életaranyazuhatagot javaslok, azután pedig a mediterrán flambé farkasát 70-es Gewurztraminerrel, majd Noisette de Chevreuil Grand Veneur-t, desszertgyanán pedig Arlequin soufflé az ajánlatom 65-ös Dom Pérignon pezsgővel. Megfelelő lesz, Monsieur Brizard? Köszönöm, tökéletes. Lucien, gondolod, hogy a jótékonysági vacsorán az Arlequin soufflétól kinyitják a bukszáikat? Egyesek bukszáját alig, ha nem csak kézigránáttal lehetne kitárni, apa. És ön mind vélekedik? Tessék? Ételről van szó, az pedig fontos. Salátát kérek. Nem önnek. A jótékonysági est menüjéről beszéltünk. Ha önnek jó, nekem is jó. Mr. Ventura? Ah. Lassan 6 óra van már. Mm. Érdekli, kik hívták? Persze.
Bowman Evans, Jacob Jones, Hemshaw is végül, de nem utolsó sorban az örök Joe Kovacsien. Ő később meghívja. Más nem volt? Senki. Nem csak egy pohara van. Hadd hívjam meg. Minek marcangolja most itt magát? Mire gondol? Régóta ismerjük mi már egymást. Nyitott könyv számomra. Fel ne olvassa, amit lát. Mi az, ami így kiakasztja? Tényleg meg akarja tudni? Rühellek itt lenni. Egy íróasztal mögött. A terepen kellett volna maradnom. De ott... Ott még ennél is rosszabb. Sally, mi a fene ez? Én valamikor szerettem a munkámat. Maga a párizsi főnök. Tessék vállalni. Nem megy. Üdv, Janet! Üdv, Mr. Ventura! Mr. Williams nincs bent. Csak három szót mondanék de neki. De tényleg nincs bent. Hát hol van? Ahol minden egyes csütörtök este, de ott inkább nem zavarnám. Na, értem már. Mr. Ventura, mi ez a három szó? Elmegyek az első. Hármat kérek. Három. Egyet. Gyere, szállj be! Én is. A banknak három. Fred, beszélnünk kell. Pont egy pókerparti közepén. Százzal indítok. Mondanom kell valamit, nagyon megadom. Fontos. Figyelj, mi most itt kártyázunk, jó? Játszol vagy nem? Én már tettem. Emeljük 200-zal. Emelünk 200-zal. 100 és még 200. Itt van. Fred, gyűlölöm az íróasztalt. Steve, kapsz más beosztást. Hey, Jimmy, megadod vagy nem? Kiszállok. Csak úgy betoppanunk és viszünk mindent? Rablók mind a tiéd! Mekkora bőfolt, ezt nézd meg, micsoda rablás! Na, most én azt, aki ne, ne szállj ki ebből a partiból, és meg, tényleg beszélünk kell. Nem, várhat ez holnapig a hivatalba. Fred, ez most sürgősebb. Menjetek már át a másik szobába, ott nem zavartok. Jó ötlet, menjünk át. Jól van. Jimmy, te osztasz, aztán jó lapokat kérek. Nem tetszik az íróasztal. Steve, mi a fene ez? Fred, rühellem az egészet. Nézd, Steve, rühellem én is. Megyek vissza a kérdezni. Várj, Fred, csak kérnék egy nagy szívességet. Hadd kapjam el Jacques Brizárt. Tudod, hogy nem tehetem. Ugyan már, ne beszélj. Tudod, először volt ez Marcus, igaz? Most meg Frank Matthews. Te is tudod, hogy Brizár ödette meg őket. Igen, de hogy bizonyítod be, hogy ő volt? Az csak bízd rám. Engedj el már szejbe. Hozok bizonyítékot. Steve, nem engedj. Nem elég neked ennyi? Ki kell nyírni az egész hivatalt ahhoz, hogy elengedj? Nem tudnátok halkabban ordibálni? Kap be! Tisztázzunk néhány dolgot. Tessék. Tudod jól, hogy a francia külügy 6 hónappal ezelőtt panaszt emelt a hivatalod ellen? Ne. És mi volt az ok? Zaklattál egy prominens francia állampolgárt. Bazd meg! Megmondtam, hogy szállj le Jacques Brizardról, erre te rájuk állítod Matthews-t. A szabályokat nem én találom ki, de én tartatom be. Vagyis üljek vissza az íróasztal mögé, mi? Jobb, ha tudomásul veszed, és szállj le Brizardról, vagy pedig áthelyeztetlek. Jogos lesz. Figyelj ide! Jó sorod van, ne csinálj zűrt. Jó az állásod, jó a fizetés, jók a főnökeid, költségtérítést kapsz. Ott a titkos alap, évi 100 000 dollár elmehetsz. És ne hagyd ki a jó nyugdíjat. Inkább te ne hagyd ki a jó nyugdíjat. Oké. További jó lapjárást. És kösz a kis előadást, Fred. Viszlát és kap be! Ki volt az? Én. Kap be! Te!
most hova megyünk? Beszállni tilos. A vonat indul. Biztos, hogy ők voltak? Az arcokat mindig megjegyzem. Ezeket végképp. Most beszéltem Marseille-jel. Ők nem lehettek azok. Aha.
Nincsenek is Párizsban. Már vagy két hónapja ki se dugták az orrukat Marseille-ből. Akkor én tévedek? Nyilvánvaló. Jut eszembe, ezek Brizard emberei. Értem. Mondja, mit tenne, ha valaki meg akarná ölni? Rendőr vagyok, megfizetik, hogy ne legyenek érzelmeim. Nekem annyit nem fizetnek. Ventura? Igen? Megértem, hogy türelmetlen, dühös és zavarodott. Ilyen állapotban a lehető legrosszabb bármit is tenni. Tudom. 4 évvel ezelőtt egy kollégám ugyanilyen helyzetben volt. Mi lett vele? Láttam, ahogy kivégezték. Aztán olyan valakire is emlékszem, aki egy bérgyilkosra bízta ezt a dolgot. Az övét is végignézhettem. A bérgyilkosét? Nem. A megbízóit. Aha. Nos, jöjjön az irodámba, és váltsunk át végre valami másra erről a morbid témáról. Egy barátom küldött egy rekesz sátói kenet. Kóstolta már? Azt hiszem nem. Ez a magáé. Nagyon köszönöm szépen. Tudja, bármilyen bor nekem mindig muskotáj ízű. Muskotáj? Igen, azt próbáltam ki gyerekkoromban Jerseyben. Mi magunk, mi készítettük. Mi volt a neve? Kinek? A barátomnak, aki küldte a bort? A bérgyilkosé. Viccelem. Mennyibe kerülne? Azt kívánja, hogy együttműködjem egy előre kitervelt gyilkosság büntetében? Nem kértem én semmiféle együttműködésre. Csak azt kérdeztem, hogy mennyibe kerül. De nekem nincsen erre költségkeretem. Nekem van. Hát, van erre ember, fel is bérelhető. Jacques Brizard kinyírására maximum 50% az esély. Legfeljebb. De ha jó pénzt kap, szerintem egy profi biztosan megkísérelni. Ki az, akire gondol? Egy nagyon óvatos emberre. Számos gyilkosságról tudjuk, hogy ő tette. Nagy pénzekért dolgozik. Rengeteg nője van, mindig más. Egyedül él, szereti a gyors autókat. Találkoznék vele. Nyílbe üthető? Nem jelent gondot. Nem hivatalosan, természetesen. Hát persze, csak is úgy. Thank you.
Steve! Hát hogy vagy? Johnny! Mindjárt eldobom magam. Téged is látni. Mióta is már? 5 vagy 6 éve? 7, 8, 9. Hogy repül az idő? És mostanában mit csinálsz? Hát mostanában erre-arra jártam. És te mit csinálsz? Csak a régi mókuskerék. Johnny, várnak rám, találkám van. Vacsorázzunk együtt. 5:30-kor mondjuk az... Steve. Én vagyok, akire vársz. Találkoznod velem kell. Nem értem, mit beszélsz. A megbízás. Én kapom. Johnny, úgy értette egy... Miért ne? A pénz sok, a munkaidő kevés. És ahogy a szólás tartja, nőket és gyerekeket nem bántunk, egymást tesszük hidegre. Megváltoztál, nem? Á, nem változtam, csak a munkám. Nézd, nincs sok időm. Meg akarsz bízni? Mondj egy árat, és megteszem. Johnny, átadom Briáknak, bízom meg ő. Zsarúban nem bízom. Én is az vagyok. De a barátom. Nem is hinnéd, a barátság mi mindenre jó. Így igaz, Steve. A dolog 25 000 dollár. 25 000? És persze tudnom kell kit és hol. A hely Marseille. És kit? Az emberünk neve Brizard. Jack Brizard. Jacques Brizard. Hát, akkor az 50 000 dollár, de előre fizetve. Johnny, itt találkozunk 5-kor. Ja. Várj, Johnny, bocsáss meg. Mondd már, mi az, ami történt? Steve, semmi sem történt. Nem változtam. Szeretem a tévét, meg a lányokat. Járok az anyámhoz. Zavar a nagy forgalom, a telefon, az időjárás. John Diré maradtam. Hol van Kurt? Még mindig Párizsban, Ventura miatt. A politikai eszközök sokkal hatásosabban működnek egy Ventura esetében. Hívd haza Kurtot! Aztán menj Lazarhoz, és ellenőrizd, hogy van-e elég embere 400 kiló nyers morfium finomításához. Miért gondolta meg magát? Nehogy bármi is beüssön a jelenlegi szállítmánynál. De Ventura... Nem izgat, Ventura. Menj csak el Lazarhoz. És ne vigyél Stuckert. Információ Jacques Brizardról. 3 útlevél John Davos névre. És egy telefonszám. Csak akkor hívj, ha nagyon kell. Nyugi, nem hívlak. Sok sikert, Johnny. Steve? Igen? A pénz. Te jó ég, majd elfelejtettem. Meg se számolod? Megbízom benned. Autófényezést kérek. De ez vadonatúj. A feleségem más színt szeretne. Jó, mutatok színeket. Lazar, 18-án morfium szállítmányunk lesz. Hajnali 3 és 4 között veszed át. Mennyi lesz? Annyi biztos, hogy kijön majd belőle legalább 400 kiló heroin. Akkor kell még ember és több eszköz. Ez már a te bajod. Menjünk.
Hát, ha mindenképpen azt akarja, megcsinálhatjuk. Ne felejtsd el, 18-ára. Addigra meg lesz. Bocs, hogy késtem. Beteszem hozzám a podgyászt. Nem, maradok a taxinál. Nem, ne fáradj már, késésbe várok. Ez nem fáradtság, drága. Kevin! Kevin, siess már! Mikor látlak újra? Nem tudom, hogy hogy lesz. Annyi mindent el kell rendeznem még otthon. Mégis meddig tart? 2-3 hónap, de még nem tudom. Elkísérlek a repülőtérig. Inkább itt búcsúzzunk el, jó? Rita! Nem vállaltunk el csak így. Kérlek. Jó. Szia, bajnok. Vigyázz a mamára. Vigyázok, Steve bácsi. Felhívhatlak. Majd vasárnap, Steve. Rendben. Szervusz. Ó, van elég pénzed? Van, persze. Van mindenem. Ne aggódj. Bajnok. Szia. Allons-y vite, s'il vous plaît. Szia, Steve. Remek kis hely. Az. Jobbat nem találtál? Biztosabbat nem. Na mi a kapás? Nem semmi. Megcsíphetjük Brizárt. Hogyan? Látod ott azt az ürgét? Énekelni fog. Egy rongyért. És mit tud? Várj itt. Szia! Minden rendben? Minden. Látod azt az embert a pisoárnál? Ő nála van a pénz. Rendben? Az emberünk. Jó napot. Itt van a pénz? Steve, $1000 volt megbeszélve. Igen. De mi
Mit kapunk? Várjon. Mondd el a tegnap estit. Ma indul Törökből az anyag. Jó, hová? Marseille-be. Aha, és mikor ér ide? 18-án. Mennyi? 400 kiló. 400 kiló mi? Nyers morfium. Ki a vevő rá? Nem tudom. Tegnap még tudtad! Joe, ne csináld ezt, nem kell ez. Ki veszi meg? Brizár. Jacques Brizár? Jacques Brizár. Marcel nagyváros, hol teszik le? Nem tudom. Nem tudja, hol teszik le? Nem tudom. A barátomnak 56-os Mercie van, 300-as SL, a sirályszám. Tudja, melyik az, amelyikbe felülről kell bemászni? Ó, igen, gyönyörű modell, de nyáron túl meleg. Nincs benne levegő. Egy vagyomba került, hogy légkondit tettek bele. De volt vele egy kis gond. A légkondi mellé ő már nem fért be. Várjon, készpénzt nem fogadnak el, csak csekket. Mivel ön nem klubtag. Hánykor vacsorázzunk? Jöjjön el koktélra. Nem, csak vicceltem. De én nem.
És hogy öltözzel? Mindegy, csak lezseren. Akkor már tudom, mibe. Van híred Diréről? Nincs, ezért hívtam ide. Briák, visszavonom a szerződést. De miért? Meggondoltam magam. Majd csak elkapom valahogy. Hogyan? Ez jó kérdés. Hívja fel, kérem Marseille-t, hogy tartóztassák le Dirét. De milyen alapon? Édes mindegy, rablás vagy gyilkosság, csak álljon le. Az nem megy olyan egyszerű. Miért nem? Rendőr vagyok, nem adhatok hamis információt. De azért ajánlhat nekem egy bérgyilkost. Telefonáljon. Állítsa le Dirét. Mr. Davos, Miss Brizard hívott meg engem. Igen, uram. Hello. Jó napot. Jöjjön be. Könnyen ide talált? Nem, az nem volt nehéz, de itt a birtokon majdnem eltévedtem. Az apám már nagyon szeretné megismerni. Isten hozta, Mr. Davos. Nagyon örvendek. Grófnő, hadd mutassam be Mr. John Davost. Dorvé grófnő és Madame Apkár. Drágám, a barátod biztos inna valamit. Skót viszkit tisztán. Üzleti úton jár erre, vagy kikapcsolódni, Mr. Davos? Hát, ez is, az is. Remélem, mindkét ügyben haszonnal jár Marseille-ben. Köszönöm, bizonnyal úgy lesz, Mr. Brizard. Ezért idei jótékonysági bálunk neve életben maradás 1975-ben. Bravo, Monsieur Brizard! Teljes szívvel támogatom, és tisztes adománnyal. Ön is érintett az életben maradásban, uram? Máson nem is jár az eszem, grófnő. És ön melyiket tartja a környezeti ártalmak közül a legfenyegetőbbnek? A túlnépesedést. Tudja, Mr. Davos, hogy Jézus Krisztus idejében mindösszesen 100 millió ember élt a Földön. A 17. században már 500 millió. A szerelem sosem avul el. Mi a megoldás? Én tudok rá egyet. Nem megelőzés vagy abortusz, remélem? Nem ez járt a fejében? Nem, semmi ilyesmi. Hanem mi? Egyeseket meg kéne ölni. Igen? De kiket? A rosszakat. Na, de ki ítélhetné ezt meg? Hát természetesen én, grófnő. Így nem esik a választás önre. Ha,
Látnia kéne, ahogy steppelek. Kamerák előtt lámpalázom van. Tele van velük a ház, biztonsági okokból. Az ember nem lehet elég óvatos, igaz, szépségem? Ebédeljünk együtt holnap a klubban. Rendben. Ezúttal azonban én fizetek. Egykor találkozunk. Monsieur? Un livre. Bon. Voilà, monsieur. Merci. Nagy szállítmány érkezik Marseille-be 18-án. Hová? Nem tudom. Biztos, hogy 18-án? Biztos. Fournier! Igen? Davos valódi neve Diré. Bankrablás és gyilkosság miatt körözik Párizsban. Semmi kétség? Mindennek utána jártam. Hol vagy most? Az új épületnél. Azonnal megyek, várj meg. Rendben. Elnézést, hölgyeim, közbe jött valami. Velem tartana a kocsimon? Útközben társalognánk. A kávéra már itt is vagyunk. Bocsássanak meg. Csak egy pillanatra, Mr. Brizard. Legtöbbünk a szokásainak rabja. Egyetért? Kitartunk a kedvenc mellett. Nem váltunk autót. Ugyanazt tesszük. Szeretjük, ami bevált. Ugyanahoz a szabóhoz járok már 30 éve. Ha úgy látom, hogy valami beválik, akkor az kell. Ezzel én is így vagyok. Biztos vagyok benne, hogy ön is mindig ugyanazt a fegyvertípust használja. Ez attól függ. Most milyen fegyver van önnél? Bámulatos az ízlése. Körül kell néznem odafönn, tartson velem. Remélem, nincs tériszonya. Miért hazudott nekem? Nem értem, miről beszél. A rendőrség magát bankrablásért és gyilkosságért körözi. Nem vagyok bankrabló, nem az én világom. Hát mi a világa? Attól függ, mire van szüksége.
Kivégzésre. Mennyiért? 50 000 dollárban. Mikor? Most. Úgy értettem, mikor kapom meg az 50 000 dollárt? Most. Melyiket? Nem a jobb oldalit, ő Kálmi. Ő fogja kifizetni. Kálmi jelezte, hogy milyen jó munkát végzett. Személyesen gondoskodom róla, hogy megkapja, ami jár érte. Köszönöm, Monsieur Brizard, köszönöm. Ő fog fizetni. Kálmi. Monsieur Brizard azt mondta, maga fizet. Kérem a tárcáját. Ha a rendőrség rátalál, nála lesz a maga tárcája. Nem fognak rá ismerni? Teszek róla, hogy ne. Na jó, ez itt micsoda? Azt mondta, utálja az íróasztalát. Hát ez jó. Nagyon jó. Na mi újság van még? Nem túl sok. Csak a könyvelők lihegtek maga után. Miért? Először is az osztálya 26%-kal túlköltekezett. Kit érdekel? Hát 50 000 dollárral. Majd kidomálom. Hát, nekem elmondhatja Steve. Mi? Mit csinált azzal a pénzzel? Elspázoltam Suezban, kicsim. Na, gyerünk munkára. Halló, Mr. Ventura irodája. Mr. Venturát kérem. Kivel beszélek? Briak felügyelővel. Briak felügyelő? Na végre! Mi újság, Briek? Direi még mindig Marseille-ban van. Akkor kapja el! Látnia kéne. Most, hogy leért egy 35 emeletes ház tetejéről. A hullaházban van. Hallotta, amit mondtam? Igen, igen. Köszönöm. Elrepülök Marseille-be. Alias Davos. D-A-V-O-S. Igen, mint a város. Várom a hívását.
It begins to turn. Run midnight, run at midnight. I do pretty well till after sundown. So the time I'm feeling sad, but it really gets fair. Run midnight. Gondolja, hogy dolgozna az apámnak? Miért ne? A pénz jó. És vannak egyéb juttatások. De hadd kérdezzek én is valamit. Jó az apja lányának lenni? Csodálatos. Tudja, megkapom, amit maga is, még sok egyéb juttatást. A maga apja él még? Nem. Hiányzik? Hiányzott, amikor még élt. De most, hogy meghalt, én nem is emlékszem rá. Fél a haláltól? Sose gondolok rá. Nem félnének annyian a haláltól, ha tudnák. Nem csak egyszer élünk. De az emberek gondolkoznak a tettek helyett. Például? Egy fotoművész elmagyarázta nekem, hogy mi a különbség az amatőr és a profi között. Szerinte az amatőr gondolkodik, és oda a pillanat. A profi meg él a pillanattal, és utána gondolkodik. Maga melyik? Én? Hadd mondjak egy példát. Ami találnák egy pillanatot, azt mondanám, ragadjuk meg, és utána gondolkodjunk. Úgy két mérföldnyire a főúttól délre a Maginó vonalon van egy bunker, Mülóz mellett. Találkozni fog majd Rozséval, aki elviszi a rendezvú helyszínére. Addig nem adja oda a pénzt, amíg nem kapta meg az árut. Rozsé ezután elviszi Lyonba, ahol vonatra száll, és visszatér Marseille-be. Akkor induljon el. Most. Rendben. Hozom a Jackimet. Szia. Figyelj, most el kell mennem. Csak reggel jövök. Hová így? Vidékre, de felhívlak, amint megjöttem, jó? Szia. Jó reggelt. Jó reggelt. Kész a vendéglista a gálára. Csodás, én is rajta vagyok. Hogyne? Sem bízok a véletlenbe. Szombat este lesz a jótékonysági bál. A kezdéskor jelen kell lennem, de találkozhatom 11-től éjfélig, és megbeszélhetünk minden részletet. Javaslom, találkozunk a Buenos Aires előtt, pontban 11-kor. Nem a Buenos Airesben, hanem előtte. Nagyszerű. Akkor szombaton találkozunk. Kalmé viszi ki a reptérre. Jelentkezzen, ha visszatért.
A rendőrségre. Rozsé? Igen. Várjon itt, jó? Várjon meg. Mr. Marszák, tudomásom szerint egy hatalmas drogszállítmány érkezik Marseille-be. Miféle drog? Nyers morfium. Mennyi? 400 kiló. Tudja ki a vevő? Mindketten tudjuk jól. Ki, Mr. Ventura? Ki veszi meg az összes kokót Marseille-ben? Jacques Brizard. Jacques Brizard a vevő. Van egyéb információja is? 18-án jön. Mr. Ventura, ön azt állította, hogy fontos információi vannak. 400 kiló nyers morfium nem elég fontos. Ez a szállítmány nem újdonság. Tudnak róla? Igen, tudunk. Fargas is ezt a dátumot kapta egy informátortól. Mit mondott még? Semmi. Lelőtték az utcán, miután elváltunk. És most mit csinálnak? Nyugalom. Brizárt 24 órán át figyeljük. Szóval megfigyelik. Jobbat nem tudunk, várunk. Értem. Hát, amíg várakoznak, én körülnéznék a városban. Tegye csak, remélem nem téved el. Van térképem. Nagyon pontosak. Hozott nekünk valamit? Hoztak nekem valamit? Le vannak tartóztatva. Milyen alapon? Veszélyes drogok illegális birtoklása. Thank you.
Hol van egy szobájuk? És telefonjuk? Halló? Lucien? Igen. Jó lenne találkozni. Gyere ide, várlak. Nem, nem ott. Inkább a jachtklubban. Ott leszek úgy 3-4 óra múlva. A parkolóban. Rendben? Jól van. Szervusz. Diré a jachtklubnál találkozik a lányommal. Miért nem jöttél a villába? Már úgy vártunk apával. Mondd meg neki, hogy jól vagyok. Miért nem mondod el magad? Megmondom, ha találkozunk. Mondd csak, azt, hogy most éppen hol van az apád, nem tudod? Egy megbeszélésen, utána pedig idejön. Mikor? Mindjárt. Mi lenne, ha vele vacsoráznánk? Ah, nem, üzleti ügyünk van. Ez most csak rá és én rám tartozik. Jól van. Veled maradok, amíg megérkezik. Éj, van ennél egy sokkal jobb ötletem. Menj most haza, vegyél egy forró fürdőt, gyújts hangulatfényt, bújj bele valami lenge sejembe. És? Aztán megyek, amint végeztem apáddal. Bocsánat! Megmutatná, hogy jutok el a Republik Sugár útra? Hogyne. Ez az út visz oda. Derítsd ki, mi történt. Kapd el! Az éjjel kisebb mennyiségű kábítószert kobzott el a rendőrség Mulhouse-nál. Mennyit? Talán 300 grammot. Marszák, én most 400 kiló morfiumot keresek. Hadd fejezzem be! Két embert elfogtak. Brizárnak dolgoztak. Értem. Akkor ez csak megtévesztés volt. Pontosan. És ami még furább, a harmadik, aki lelépett, egy bérgyilkos, John Diré. Diré? Mond ez a név önnek valamit?
Azt, hogy palira vettek. Gyakran van hasonló érzésem nekem is. Márcák, van valami, amit nem mond el nekem. Miért? Csak figyelmeztetem. Nem szeretek veszteni. Adná Mr. Ventúrát? Sajnos nincs benne. Akkor megkeresni és szólna neki, hogy hívja fel a 10-es szobát a 432-721-en Marseille-ben? És tegye hozzá, hogy a szerződéssel függ össze. Szerződés? Igen, rendben. Köszönöm. Viszont hallásra. Rendőrség! Szabad! Bizony is. Jacques Brizard nincs megfigyelés alatt. Senki nem dolgozik az ügyön. Miért? Brizár jótékonysági bált rendez. Így a drog nem ma este érkezik. És ezt maga elhiszi? Nem számít, hogy én mit hiszek. Kiadták, hogy hagyjuk békén. Ez volt a parancs. Marszák, ezt felejtse el. Jöjjön, kapjuk el. Családom van. Nem válthatom meg a világot. Én talán igen. Igen? Nem mond semmit. Gyere a Grand Hotelbe. 12-es szoba, amilyen gyorsan csak tudsz. Mi történt? Valaki beesett hozzám. Ott leszek, amint a vendégről gondoskodtam. Ne arra, a gála ott van! Beszélnem kell valakivel. Később, most tartson velem. De hát nem vagyok úgy öltözve. Annyi baj legyen. Köszönöm. Nézzék, itt hoztam. A népszaporulat szakértő. Üldösi még az embereket? Ha csak szerét ejtettem. Hol voltál? Valami közben jött, nem tudtam szólni. Merre van apád? Telefonálni ment. Sokáig tart? Ki tudja. Volt, hogy 2 hét múlva jött vissza. Jövök még. Mikor? Várj csak rá. Én sose hagynám a kulcsom a zárban. Kit érdekel? Te Brizard anyagát teríted? És te milyen narkót szedtél? Ne ködös is nekem! Mi volt az az anyag a bunkernál? Brizard csőbe húzott, csak ennyi. A drogban tiszta vagyok. Az viszont a te műved volt, hogy bankrabló lettem. Te csak gyilkolsz, nem? De igen, ebből élek. És emiatt is kereslek. Ma este én húzom csőbe Brizard. Felejtsd el! Meggondoltam magam. Már nincs rá szükség, öcsi. Tényleg? És mi lesz a szerződéssel? A pénzt nem adom vissza.
Tedd csak el a pénzt, majd én elkapom Blizzard. Te fogod megölni Blizzard? Azt hiszed, nem tudom? Tudod, de egy kis segítség el kellett. Egy kis segítség mindenkinek kell. Tám van ötleted? Az nem az én stílusom, hogy a pénzért ne dolgozzam meg. A profi büszkesége, na meg, mire való egy barát? Azt tudod, hogy az emberünk most éppen a földszinten dorbézol a gála este, mi? Még hogy nincs szükséged segítségre? Aha. Le vagy maradva. Hogy? Nem odalent van. Ne viccelj, de Nem. Találkozója van, a csehó neve Buenos Aires. Pont most. Ő Blizzard embere. Igen, már találkoztunk. Siessenek, vissza kell érnem. Ne hamarkodj el, Blizzard. Csak nem tartóztat le, Briak? Nem. Meg fogom ölni. Magát és Kálmét. És akkor, magáé marad az anyag. Halálosan igaza van. Ventura azt hiszi, majd Diré ölte meg. És a kör bezárul. Ahogy megmondtam, egy kis segítség kell mindenkinek.
Hajnalban nyaktra szállunk és elhajózunk. Merre? Egy meleg, biztos helyre. Szennyezéssel. Micsoda? Környezetszennyezés. Ó, persze, pontosan ezért vagyok itt. Köszönöm. Táncolna velem? Hogyne. Fire!